Sziasztok! Megérkeztünk Somoskő Újfaluba, az első kutyabarát szálláshelyre, amit most felfedezünk. Úgyhogy majd próbálom tüzetesen bemutatni azt, hogy milyen a szállás, és a környéken a látnivalókat is megnézzük mindenféleképpen. Tehát megérkeztünk a Somoskő Újfalui első kutyabarát szálláshelyünkre. Mindenkit üdvözlök, és tartsatok ebbe a videóba is velem. Sziasztok! Sziasztok, és megérkeztünk a kutyabarát szálláshelyre Somoskő Újfaluba. Nagyon szép kis rendezett a kert, mutatom is nektek. Kutyusok itt tudnak szaladgálni, teljesen be van kerítve. Itt van a kocsi bejáró, itt van a két kis kutya. Ez egészen itt a határnál van. Volt határ, nem most már ugye nincsen határ. Nagyon kis takaros szálláshely. Ez a konyha. Teljesen jó, célnak megfelel, mikrohűtő, kosolató. Itt jövünk be. Itt egy jó kis fürdőszoba található. Nagy kárttal, jó vécével, ami nagyon fontos. Sziasztok, kutyusok! És itt van egy ilyen kis nappali szerűség, és ugye látjátok, hogy két oldalt két szoba van, mind a két szobában nagy ágy. Krumpli, gyere ki, szuszi! És nézzük a másikat is. Tehát kényelmesen itt 4-5, akár 6 ember is elfér. Nagyon jó, hogy nem padlószőnyeg van, hanem kő. Itt meg parkett a krumpli. Gyere! Gyere krumplec! Neved birtokba! Gyere! Mert így könnyű takarítani és tisztán tartani. Itt pedig egy jó kis ebédlő van, ahol lehet étkezni. Úgyhogy célnak megfelel. Teljes mértékben ez a kutyabarát szállás. Amit még elfelejtettem, igen, itt a kertben van egy nagyon jó kis kennel kialakítva. Meg is mutatom. Tehát esetleg egy olyan kutyust hoztok magatokkal, akit el kell egy kicsit zárni, vagy be kell egy kicsit csukni, hogyha vendégeket fogadtok. Ó, itt a grillező. Egy kis grillező. Ezt mondjuk mi is hoztunk. Akkor itt be tudjátok zárni a kutyust. Tehát mondjuk szerintem az egész kert ez egy nagyon jó kis zárt kert, és viszonylag nagy, ahogy látjátok. Ez egy fél kézzalapály nagyságú füves, hát most egy kicsit nyártól kicsit ki van száradva, de füves rész. És ahogy látjátok, magas támfal van. Reméljük ott hátul a kutyusok, a krumpli meg a pici nem fog felmászni, de egyébként ez egy magas támfal. Akkor, mint én, 180, úgyhogy teljesen be van kerítve. Szóval nagyon szép kis kutyabarát szállás, aki esetleg itt Salgótarjánba a Somoskő Újfaluba jár, mindenféleképpen ajánlom. Már csak azért is, mert a szállás.hu-val is szerződésben vannak, és szerintem egy teljesen megfizethető szállás. Nem egy ötcsillagos szálloda árba van, hanem sokkal olcsóbb, viszont ahogy látjátok, van kert, két nagy szoba, nagy fürdőszoba, étkező konyha, lehet grillezni, és itt a kutyusokkal teljesen jól el lehet lenni. Püsíltek? Majd még biztos jelentkezem, folytatom majd még a bemutatást, egy kicsit szusszalunk, egy kicsit pihenünk, aztán majd még jövök. Sziasztok!
Ha önök is és ti is szálláshelyadók vagytok, esetleg a szálláshelyetek kutyabarát szálláshely, akkor nagyon szívesen meglátogatunk titeket, és ezt be is mutatjuk, illetve teszteljük a szálláshelyet, illetve még a környéket is bemutatjuk. Úgyhogy bárkinek ilyen terve van, hogy nagyon szívesen reklámozná a saját kutyabarát szálláshelyét, panzióját, apartmanját, akkor keressen meg nyugodtan engem. Mindenhova szeretnénk elmenni, és minél több kutyabarát helyet bemutatni, hogy a kutyás gazdik is tudjanak üdülni, nyaralni, pihenni, télen, nyáron, tavasszal, bármikor.